Az a vs.hu friss híre pedig, hogy fellebbez az a hallgató, akit kitiltottak az ELTE jogi karáról a gólyatábori erőszak miatt, és ezzel meg is érkeztünk a témánkhoz. Jó reggelt kívánok, Hag Péter a vendégem. Sokszor szoktunk beszélgetni, de most más minőségben, mert az ELTE jogi karának, fegyelmi bizottságának az elnöke, és tegnap hozták meg, ha jól tudom, azt a döntést, ami elég súlyos következményeket jelent több hökös vezető számára is, mint ez ma reggel kiderült, az egyikük már fellebbez, és azt állítja, hogy semmiféle elhallgatás, eltusolás nem volt. Valóban október 1-én jelent meg egy cikk az Index című hírportálon arról, hogy a 2013-as gólyatáborban, a cikk szerint az egyik budapesti jogi kar gólyatáborában, tehát nem jelölték meg az ELTE-t, történt egy szexuális erőszak, és ennek a feltárására nem került sor, mert a tábor vezetői hát nem tettek olyan lépéseket, ami az ügy hatóság elé kerülését segítette volna. Az ELTE jogi kar dékánya a cikk megjelenése után egy tényfeltáró vizsgálatot kezdett. Honnan tudták, hogy ezek önök lehetnek? Ugye 3 jogi kar van Budapesten, tehát 30% esélye volt, illetve 1/3 esélye volt, hogy ez az ELTE jogi kar, de a cikkben voltak olyan utalások, amiből lehetett következtetni ugye arra, hogy ez esetleg az ELTE jogi kara, és ez viszonylag hamar kiderült, hogy valóban így is volt. Néhány hallgató tudott is erről az eseményről. A tényfeltárás alapján a jogi kar dékánya arra a meggyőződésre jutott, hogy itt olyan súlyos mulasztásokat követtek el a tábor akkori vezetői, ezek döntően hök vezetők voltak, amely a hallgatói jogállással összeegyeztethetetlen, a hallgatóhoz méltatlan magatartás volt az egyetemen kívüli tevékenység keretében. Ezért rendelt el fegyelmi eljárást, erre egyébként csak a dékánnak vagy a rektornak van joga, nem, más nem kezdeményezhet. Mi 2 napon tartottunk meghallgatást a fegyelmi bizottság, ez az elsőfokú eljárószerv, 2 oktató és 1 hallgató tagból áll, és a 2 napos meghallgatások eredményeként arra meggyőződésre jutottunk, hogy amik a cikkben szerepelnek tényállások, azok döntő többségükben megfelelnek annak, amit a meghallgatott személyek is elmondtak. Tehát az történt, hogy a tábor egyik estéjén, most tudom, hogy ez reggeli műsor és nem korhatáros, tehát a részletekben nem fogok belemenni, de az egyik joghallgatót egy instruktor felkísért a szobájában, mert úgy ítélte meg, hogy olyan súlyosan ittas. Utána, miután ott hagyta ezt a joghallgatót, egy szexuális jellegű támadás érte a szobájában, honnan kimenekült egy szomszéd szobába, másnap reggel jelezte az eseményeket az instruktoroknak, akik a tábor vezetőihez tanácsolták őt. Na most, amit mi itt először láttunk, az egy döbbenetes szakszerűtlenség és közömbösség volt. Ugye ezt a hölgyet bevitték 6 férfi társaságába, és azok kifaggatták, hogy mi történt, és utána megkérdezték, hogy mit tegyenek. Ugye ők azt a felvilágosítást adták neki, hogy ebben csak ő tehet feljelentést, és csak rajta múlik, ami egyszerűen nem így van. A 2013. augusztusában már hatályban lévő új BTK szerint, ha valaki akarat nyilvánítás képtelen állapotban lévő személy sérelmére szexuális cselekményt követ el, akkor ez egy hivatalból üldözendő bűncselekmény. Elfogadható-e, hogy ezt a joghallgatók nem tudták? Nem fogadható el. Az, hogy ott pillanatnyilag nem tudják, az elképzelhető, bár az is meglepő, hiszen a döntésben résztvevő joghallgatók egy része már 3/4 éves joghallgató volt ekkor, de azt nem fogadható, hogy nem néznek utána, és nem járják körül kellően az ügyet. Ugye, még ha úgy is lett volna, hogy ők feltételezik egyébként, hogy magánindítványra üldözendő bűncselekmény, akkor is nem ott helyben kellett volna a sértetnek ezt eldönteni, aki 30 napja lett volna. Mi azt várjuk el, és a fegyelmi bizottság ezt szóvá is tette, hogy fel kellett volna hívni a figyelmét, hogy forduljon jogászhoz, hogy kérjen szakemberektől segítséget. Segítséget kellett volna neki nyújtani ahhoz, hogy áldozatvédelmi szervezeteknek a munkatársaival találkozhasson, ilyen kontaktinformációkat adhatott volna. Ezt a jogász hallgatóknak tudnia kellett volna. Ugye azzal, hogy sem a rendőrségnek nem jelezték, sem a jogi kar vezetőinek nem jelezték, akiknek egyébként ugye látjuk, hogy miután a tudomásukra jutott, rögtön feljelentést is tettek, ezt egyébként már tavaly meg kellett volna tenni. Ezzel az elhallgatásban résztvevő hallgatók
nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy megnehezítsék a büntetőügy felderítését. Ugye egy év távlatával sokkal nehezebb lesz ezt felderíteni, mint ahol már tavaly kiderült volna. És megakadályozták azt is, hogy a kar meghozza azokat az intézkedéseket, amikkel a jövőben az ilyen helyzetek megelőzhetőek lennének. Milyen intézkedések lehettek volna? Tulajdonképpen azt kellett volna utána elemezni már ott helyben nekik is, és az instruktori körnek is, hogy hogyan lehet a tábor szervezését úgy átalakítani, hogy ilyen helyzet még véletlenül se állhasson elő. Ugye itt az volt a sajátos helyzet, hogy az instruktor ugye az erősen ittas áldozatot azért hozta ki a tömegből, mert veszélyben látta, és kísérte fel a szobába, és nem számolt azzal, hogy a szobájában nagyobb veszélynek volt kitéve, mintha a tömegbe maradt volna. Tehát itt nyilvánvalóan végig kellett volna gondolni, hogy kell úgy például a szállásokat elhelyezni, hogy ne lehessen olyan helyzet, ne állhasson elő ilyen helyzet, hogy valakire rányitnak, és miközben alszik, támadás áldozatává válik. Valamilyen lépéseket ebben az ügyben kellett volna tenni. Megjegyzem, ha tavaly ők ezt a nyilvánosságra hozzák már, mint a kari vezetők nyilvánosságára, akkor már az is megelőzhető lett volna, hogy a 2014-es gólyatáborban olyan események történjenek, ugye trágár, szexista, az emberi méltóságot sértő dalok énekeltetése, ami miatt szintén fegyelmi eljárás lett volna. Ugyanezek az érintett hökvezetők voltak egyébként mind a két gólyatábor szervezői között? Nem, ugyanezek a hallgatók voltak. Az egy korábbi hökvezetés volt. Az idei gólyatáborban, a 2014-esnél, az énekeltetésnél nem is annyira a hökvezetők, mint az úgynevezett instruktorok, akik a program tartalmi szervezésébe vesznek részt. Ugye a fegyelmi bizottság egyetértve a kar dékányával úgy ítélte meg, hogy ezek a mulasztások olyan súlyúak, amik hallgatóhoz méltatlan helyzetet teremtenek. Egyébként a hallgatók magukat, a tényeket, tehát hogy ott mi történt, azt nem vitatták, azt vitatják, és ugye ebből a mai nyilatkozatból is látszik, hogy ez szerintük tudatos elhallgatás lett volna. Most jogászként nekik tudniuk kellett volna, vagy ha nem tudják, akkor szakértő segítségét kellett volna igénybe venniük, hogy az új BTK szerint az öntudatlan állapotban lévő személy sérelmére elkövetett szexuális erőszaknál a sértett nem rendelkezhet a büntető igényről. Ugye ez egy alaptétel, ezt egyébként már másodévtől tanítják a joghallgatóknak, hogy a bűncselekmény esetén nem az áldozatnak, nem a sértettnek keletkezik büntető igénye az elkövetővel szemben, mint ahogy egy polgári kártérítési ügynél, hanem az államot, a közösséget illeti a büntető igény. Az állam, a közösség, a társadalom büntető igényével az áldozat nem rendelkezhet, erről csak az ügyész. Az érintettek viszont ezek szerint valami olyasmivel védekeznek, hogy ők nem akartak semmit elhallgatni, csak nem ártották bele magukat az ügybe, hanem azt mondták, valami olyasmit mondhattak az érintett hölgynek, hogy hát ha akar, akkor tegyen feljelentést, menjen el a rendőrségre, intézkedjen, nekünk semmi közünk hozzá. Nagyjából ez volt a védekezésük, csak ugye ez akkor esetleg megállna, hogyha ők csak véletlenül szereznek ott a táborban tudomást erről az eseményről, de ők ennek a tábornak a felelős vezetői voltak. Amikor a hölgy jelezte a saját csoportvezetőjének, hogy mi történt vele, akkor a csoportvezető ő hozzájuk vitte. Ugye ők azzal is védekeznek, hogy nem ők voltak a felelősek, hanem a biztonsági cég, az egyikük ezzel, vagy az a KFT, ami a tábor szervezését bonyolította. Ugye ezt a védekezést azért nem fogadtuk el, mert ott helyben ők se azt tették, hogy hát forduljanak akkor a biztonsági céghez, hanem ők maguk kezdtek el intézkedni. Ők voltak, akik azt mondták, hogy a feltételezett elkövetőnek el kell hagynia a tábort. Ők voltak azok, akik megegyeztek abba, hogy a tábor többi lakójának azt mondják, hogy azért kellett hazamennie, mert rongálást követett el a táborban. Tehát ezek mind olyan lépések voltak, amik tulajdonképpen az ügynek, hát mint egyfajta konspiratív kezelését tették lehetővé, és effektíve megakadályozták azt, hogy a kari vezetés döntést hozzon. Az egyik jogi képviselő a meghallgatások során hát meg is jegyezte, hogy bár korábban tett volna feljelentést a kar, ezzel mi is egyetértettünk, de ahhoz, hogy a kar feljelentést legyen, ahhoz tudni kellett volna, és ezt éppen az eljárás alá vont hallgatók akadályozták meg. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta, de beszéljünk azért a Vida Ildikót érintő ügy jogi hátteréről is valamennyit, ha már ilyen szerencsénk van, hogy itt van ma reggel velünk. Ugye azon megy a vita, most már jó ideje, de a tegnapi Magyar Nemzet interjú óta különösen, hogy kinek van milyen joga betekintést nyerni abba, hogy egyáltalán milyen bizonyítékok alapján
hozta meg a döntést az Egyesült Államok vízügyben, amit meghozott, illetve hogy milyen eljárás indulhat ebben az ügyben. Orbán Viktor azt mondta, hogy bizonyíték nélkül semmilyen, mert hogy ez egy jogállam, legfeljebb ugye az a NAV-os vizsgálat, amit maga az érintett fog felügyelni. Mit gondol erről? Szóval egyfelől ugye a jobb oldalon nagyon sokan mondták, hogy micsoda felháborító dolog, hogy Amerika bírósági eljárás jogorvoslat nélkül bárkit kitilthat az országból. Most szeretném felhívni azoknak a figyelmét, akik ezen fel voltak háborodva, hogy ez nemzetközi gyakorlat, és Magyarország is bárkit kitilthat, zárójelbe jegyzem meg, vagy bárkinek a beutazását megtilthatja, hogy ez meg is történt nem régebben egy fajvédő konferencia kapcsán meg is tette a Magyar Belügyminisztérium, hogy emberek beutazását megakadályozta. Minden ország szuverenitásának a része, hogy eldöntse, hogy kit enged be a saját területére, és kit nem. Az, hogy az amerikaiak nem hoztak nyilvánosságra neveket, az bizonyos értelemben nyilván az érintettek kíméletét is jelenti, tehát ő neki kell ezekből az ügyekből levonni a következtetést. Ebben az esetben a dolognak a sajátos súlya az, hogy olyan személyekről van szó, és Vida Ildikó személyében egyről bizonyosan, aki az ország egyik legnagyobb közbizalmat igénylő pozícióját tölti be, tehát általában a közhivatalnok kipozícióhoz közbizalom kell, hogy fűződjön, de a NAV-nál ez különösen igaz. Ugye a meggyőződésem szerint a NAV-nak ebben az ügyben hát ugyanazzal a mércével kellene eljárni, mint amivel ők eljárnak az adófizetőkkel, a vállalkozókkal vagy magánszemélyekkel szemben. Most, hogy kinek kellene kivizsgálni, ugye itt jön ki az, amit már 4 vagy 5 éve sokan mondunk, akik sérelmezzük azt, hogy a független szervezeteket kormánybefolyás alá rendelték, hogy olyan vezetőket választottak meg független intézmények élére, akiknek a függetlensége tekintetében kételyek merülnek fel a társadalomban, a sajtóban is. Ugye ha valóban lenne egy minden kétség kívül függetlennek látszó és a társadalmi szinten függetlennek elfogadott ügyészi szervezet, akkor értelemszerű lenne, hogy az ügyészségnek kellene vizsgálnia ezt az ügyet. Ugye visszatérve az előző... nincs ilyen elfogadottság az ügyészség. Az egy kérdés, hogy én mit gondolok erről, csak azt látjuk, hogy a sajtóban tulajdonképpen az a felfogás, hogy az ügyészség az tulajdonképpen a jelenlegi kormány, a legfőbb ügyész a jelenlegi kormánypártok bizalmából került ebbe a pozícióba. Ugye ez egy régire visszamenő vita. Hogyan képzelhető el valóban független vizsgálat? Hát ez jelen pillanatban nagyon nehéz elképzelni. Ugye elképzelhető lett volna, hogy valóban független ügyészség van, ahol a vezető kinevezése az nem politikai alapon történik, tehát nem politikai döntéshozók, hanem szakmai döntéshozók jelölik, például akár ügyészi szervezetek, akár szakmai szervezetek, a jelölnek meg 3 vagy 4 szemét, akik közül a köztársasági elnök kiválasztja azt, hogy kit jelöl a parlamentnek, és a parlament így választja meg, tehát tulajdonképpen kizárható lett volna az a politikai befolyás gyanúja. Jelen pillanatban tulajdonképpen egy sakmat helyzet van, és most fizeti meg a kormányzati politika annak az árát, hogy nem törődött azzal, hogy a függetlenség látszata megmaradjon szervezeteknél, mert tulajdonképpen alapjairban rendül meg az a bizalom, hogy ezt az ügyet megnyugtatóan ki lehetne deríteni. Az, hogy ugye az a felvetés, hogy Vida Ildikó vagy az APEC, vagy bocsánatom, a NAV magát vizsgálja, az nyilvánvalóan teljesen abszurd. Köszönöm szépen, hogy eljött. Én is köszönöm.